minden oktatási intézmény minden évben 6., 8., illetve 10. évfolyam esetében ír egy országos kompetenciamérést, ami egységes minden intézmény esetében. Itt igazából magyar szövegértés, illetve matematika, logika területen írják meg a gyerekek a felmérést. Itt igazából nem a szigorúan vett tananyagra épít a felmérés, hanem arra kíváncsi, hogy a gyerekek hogyan tudják ezt hasznosítani a való életben, tehát egy gyakorlatban alkalmazható használati tudást próbál felmérni. Ennek a vizsgának a 2019-es fordulóján értek el kimagaslóan jó eredményt a Bonyhádi diákok. A kérdés nem az, melyik iskola teljesít a legjobban, hanem az, hogy melyik iskola tudja legjobban felzárkóztatni a hátrányos helyzetű gyermekeket. Azóta ugye a pandémia miatt sajnos elmaradt az egyik mérés, a 2021-es mérésnek az eredményeit pedig nem ismerjük. 2019-ben először azt tudtuk meg, hogy mind a négy területen az országos átlag felett teljesített az iskolánk. A tegnapi nap folyamán pedig megjelent egy rangsor, ami számunkra nagyon örömteli és kedves, ugyanis kiderült, hogy az általános iskolák országos listáján a 2019-es méréseket, hogyha összevetjük azzal, hogy ki milyen családi háttérrel érkezik, milyen társadalmi csoportokból érkezett, és mennyi pedagógiai érték, hozzáadott érték szükséges ahhoz, hogy a gyerekek teljesítsenek, ott mi egy harmadik helyezést értünk el, ami szerintem nagyon szép eredmény. A kiváló eredmény direkt módon a diákok teszt eredményeinek köszönhető. A fiatalok tudása mögött elvitathatatlanul komoly pedagógiai munka áll. Ez nem csupán egy-két szakos pedagógusnak a munkáján alapul, hanem gyakorlatilag az alsós kollégáktól kezdve a felsős kollégáiknak az együttműködésén alapul, hiszen nem csak magyar, illetve nem csak matematika órán, hanem gyakorlatilag az összes létező órán mi foglalkozunk kompetencia alapú oktatással, ábrák elemzésével, grafikonok elemzésével, képek elemzésével. Tehát igazából mindenhová próbáljuk beépíteni azt a tudást, amit a későbbiek folyamán alkalmazni tud, sőt az a cél, hogy gyakorlatban használható legyen az a tudás, amit a tanulók magukba szívnak. Ez lehet egyébként sport területén, akár zene területén, minden területen próbálkozunk ezzel, és úgy tűnik, hogy talán ez sikeresnek tűnik. Pedig egy-egy osztályban bizony vannak jó és kevésbé jó tanuló fiatalok. A tanárnak mégis az a dolga, hogy az utóbbiak se érezzék magukat kevesebbnek, csak azért, mert valami nem megy nekik olyan jól. Ez pedig Bonyhádon valóban olyan feladat, amire hivatásként tekintenek a pedagógusok. Ez az igazi kihívás egyébként, tehát csupa jó képességű gyereket fölkészíteni és elvinni egy kiváló eredményig, az is egy szép feladat, de talán az összetett a pedagógiai munka, hogy aki esetleg hátrányból indul, őt is felhozni. Ezt differenciálással tudjuk elérni, azon kívül talán rekordszámú szakkörünk, illetve korrepetálási lehetőségeink vannak. Ha jól emlékszem, akkor 30 ilyen alkalom van a tanulók számára. Azon kívül a személyes odafigyelés is nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez nálunk alsótól kezdve a 8. osztályig bezárólag megvan. A Bonyhádi iskolában tehát a diákok olyan oktatást és nevelést kapnak, aminek hatására az előttük álló feladatokat magukénak érzik. Ez pedig azt eredményezi, hogy sokkal jobban dolgoznak ezáltal. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy 8. osztályban például előfordul már, hogy a tanulók már kifelé járván az iskolából annyira nem veszik komolyan. Nekünk sikerül elérni, hogy ők úgy gondolják, hogy az iskolát képviselik, magukat képviselik és próbálnak megfelelni az elvárásoknak, és tényleg komolyan veszik, ilyenkor felöltöznek, és egy ilyen ünnepi alkalomnak tekintik ezt a dolgot, és ez jó érzés számunkra is. Az, hogy a Széchenyi a nem mindennapi rangsorban az országos harmadik helyezést érte el, nem csak a gyerekek számára komoly elismerés, hanem az őket oktató tanároknak is hasonlóan fontos visszajelzés. Mivel ezt országosan egységesen minden intézmény megírja, iskolatípustól függetlenül, tehát általános iskolában mindenki ezt megírja, hogyha itt tartósan az országos átlag fölött tudunk teljesíteni, akkor ez egy jó visszajelzés, hogy ezt az utat kell járni, illetve hogy még inkább segíteni a tanulóinkat. Ezt üzeni számunkra ez a felmérés. A Bonyhádi Széchenyi Általános Iskolában tehát igazán nagy gondot fordítanak arra, hogy a hozzájuk járó gyerekekből a lehető legtöbbet hozzák ki, és ezt most már az egész országban elismerik.